Végre bejelentették az idei E3-on a Forza Horizon 5-öt, srácok, és most már eltelt azért jó pár nap, kiderültek dolgok, és most meg fogjuk beszélni mindazt az információ halmazt, ami addig kiderült, és azt, hogy mit kell tudnod a Forza Horizon 5-ről. Az idén, november 9-én megjelenő Forza Horizon 5 minden létező Xbox-ra elérhető lesz, tehát az Xbox One-ra, One S-re, az All Digital-ra, a Series S-re és a Series X-re. Turnten azt nyilatkozta, hogy az új generációs konzolokon a Series X-en 4K 30 FPS lesz, vagy 4K 60 FPS, nyilván lesz egy ilyen performance mód, amikor valamilyen effektek ki lesznek kapcsolva, illetve a Series S-en is ugyanezekkel a grafikai beállításokkal Full HD 30x60 FPS-t fog tudni a játék. A régebbi generációs konzolokon is jól fog kinézni, ezt ígérték, valószínűleg szerintem ezzel nem lesz probléma, hiszen a Forza Horizon 4 is fantasztikusan néz ki. Amit még érdemes tudni, hogy bizonyos verziók megvásárlásával már november 5-én beleugorhatsz a játékba, és a Game Pass része lesz, tehát ez azt jelenti, hogy a Game Pass elő... Game Pass, mert valaki beírta, hogy nem Game Pass, hanem Game Pass. A Game Pass. Hát nekem Game Pass marad. A Game Pass Pass előfizetők már a megjelenés napján játszhatnak vele, és minden létező platformra megjelenik. Van egy ilyen Q&A, egy ilyen Q&A, amit a forzások csináltak, és itt képzeljétek el, hogy az Xbox Game Pass, Game Pass, ez egy külön platformként fog, tehát egy külön platformként hivatkoznak rá, úgyhogy azért elég jövőbe mutató a Microsoftnak a Game Pass Ultimate és a Game Pass szolgáltatásnak a jövőjére vonatkozó céljai. Szóval elérhető lesz ugye a Windows 10 PC, de Steamen is elérhető lesz azonnal, illetve ugye lehet streamelni is, és az Xbox Play Anywhere programban is részesül, tehát hogy a digitálisan megveszed PC-n, akkor az Xbox konzolodon is játszhatod. A Forza Horizon 5 immár Mexikóba látogat, átláttam reakció videósokat, miért nem Japán, miért nem Tokió, miért nem ez, miért nem az. Hát azért az, egyébként a fejlesztők azt nyilatkozták, hogy azért az, mert a diverzitásra törekedtek, ez a sokszínűségre, a sokféleségre, és Mexikó egy olyan ország, ami a világ kicsinyített mása, tehát mindenféle terület ott van, 11 féle biom, 11 féle terület lesz elérhető a játékban, és a Forza Horizon 4-ben már megismert évszakváltozások itt is jelen lesznek, de nem olyan módon, mint a Horizon 4-ben, hanem hogy mindig a tél az mindig tél, mindig ugyanolyan tél, hiszen Mexikó nem ugyanabba az éghajlati övezetbe tartozik, úgyhogy itt van egy nedves, meg egy száraz évszak nagyjából, és ugye a helyi éghajlatbe módosító tényezők a hegyek, az óceán közelsége, a hegyvidék, az erdők, ezek mind befolyásolni fogják, és állítólag azt mondták, hogy nem lesz egyforma két évszak. Tehát például ezt a példát hozták, hogy ha fölmész mondjuk a vulkánnak a tetejére, lesz egy nagy vulkán, ami a forzák történetének a legmagasabb hegycsúcsára visz föl. A vulkára fölmész, ott valami hihetetlen brutális hóvihar lesz, miközben, ha elmész a tengerpartra, ott pedig hőség tombol, tehát ez valóságban is így van. Szóval nem lesz két ugyanolyan évszak, és az évszakok nem csak annyiban változtatják meg a tájat, hogy fú, most hidegen van, esik az eső, most meg süt a nap, Paprika Jancsi mosogat, hanem bizonyos esetekben nem tudsz eljutni a térkép egyes részeire, vagy éppen el tudsz jutni olyan helyekre, hogy ahova eddig nem tudtál még eljutni. A játék magyar felirattal fog érkezni, és valószínűleg több száz autó lesz elérhető a játék megjelenésének pillanatában, illetve különböző speciális verziókat lehet majd megvásárolni. Kijegyzeteltem, hogy mit lehet tudni ezekről. Lesz egy Deluxe Edition, ez csak digitálisan lehet megvenni. Nyilvánvalóan lesz egy Car Pass. Nyilván jönnek új autók, és akkor azért nem kell fizetned külön. Van egy Premium Edition, ez is csak digitálisban lesz, és ott már megkapod a két DLC-t, a két kiegészítőt is, kapsz egy VIP megjelölést, ezzel nyilvánvalóan valamilyen plusz bónuszokat fogsz kapni, kapsz egy Welcome Packet, gondolom valami autó és pénz,
illetve ugye már az Early Access-ben, tehát a korai hozzáférésben november 5-én már tudod játszani a játékot, illetve lesz egy olyan Premium Add-ons Bundle, ami a standard játékot, a base game-et, ugye, amit csak úgy megveszem, mert ez a Forza Horizon 5, semmi deluxe, meg collector, meg semmi, hanem ezt föl tudod upgrade-elni. Lesz egy külön story módja, kijegyzeteltem ide magamnak a játékmódokat, mert hogy lesz egy csomó minden belőle. Lesz egy Horizon story. A Horizon story végre, ami a Forza Horizon 4-ben nekem nagyon hiányzott, hogy legyen valami története, valami kihívás azért legyen, na itt most lesz. És lesz egy event lab, ez hasonlítani fog ahhoz, amit eddig megtapasztaltunk a Forza Horizon 4-ben, meg a 3-ban is volt, a 4-ben azért ez már sokkal jobban működött, hogy saját eseményeket tudsz csinálni, de itt már megfűszerezik azzal, hogy akár saját játékmódokat is kitalálgathatsz, úgyhogy határa csillagos ég, tehát nagyon építenek a közösségi részvételre, a közösségre, ami a Forzánál azért nem rossz, azt hiszem, hogy több mint 24 millió játékos játszott már, talán az utóbbi pár Forzával összesen. Lesz egy Horizon Tour nevű játékmód, ahol ugye beugorhatsz másnak a játékába, és akkor résztvevője lehetsz. Az online teret azt úgy képzelik el a Forzánál most, hogy nem azt fogod látni, hogy azok a játékos társaid, akik éppen nincsenek gépnél, de ott kocsikáznak, mert ilyen drive-atarok, vagy tudod, ilyen gép irányított a fatuskóként csak úgy bolyonganak a pályán, hanem állítólag mindenki játékos lesz, hiszen ez ma már ugye megvalósítható. Módosítás, autó módosításainál azt olvastam, hogy több mint 100 felnit raktak még be, és valószínűleg minden tudsz módosítani az autón, és rengeteg módosítást kínálnak majd föl, és rengeteg tuningot lehet majd az autókra tenni, és remélem, hogy számítani fog sokkal jobban. Én azt szeretném, hogy ugyanolyan tuning rendszer legyen, ami meghatározó volt a Forza Horizon 3-ban. A 4-ben már annyira nem, oda mentél valami csöves kocsival a versenyre, akkor mindenki csöves kocsival ment. És gyakorlatilag, ha ötödik lettél, akkor is, oh, congratulations, fú, de király vagy, hogy ötödik lettél, nagyon király vagy, figyelj, még más hatodik lett, de te vagy a király, ötödik lettél, úgyhogy remélem, hogy ez a minden az ölembe hull, és semmiért nem kell tennem semmit, ezt így most el fogják felejteni, és lesz újra a kis karakteredre, aggaszthatsz baseball sapkát, meg szoknyát, meg papucsot, meg kis cipőt, nagy cipőt, meg zoknit, meg nadrágot, ez ugyanúgy lesz, és azt hiszem, hogy még ez, tehát ugye ezen is fejlődnek, ezen is fejlesztenek, lehet, hogy most már fűbevalót is lehet, még nyakkendőt is lehet neki venni, és lesz egy ilyen Kudos nevű fizetőeszköz, ami egy ilyen social currency, tehát egy ilyen szociális fizetőeszköz, amit a közösségben elvégzett munkádért kaphatsz, ami egyébként tök jó ötlet, hogyha normálisan viselkedsz mondjuk egy online lobbyba, akkor azt mondom, hogy meglájkollak, érted, rágyomom a lájkot, hogy te egy kedves csapattárs vagy, egy kedves játékos társ vagy, nem az van, hogy a kanyarba belém rongyolsz, és akkor kilöksz, meg folyamatosan visítasz a mikrofonba, meg nínós autóba jössz, aztán nyomod a fülembe a nínót, tudunk ilyen példát, mert a Forza Horizon 4-ben volt ez, a nínós autók nínoztak állandóan, meg visítoztak, tudjuk. Tehát a Forza Horizon 5-ről jelen pillanatban ennyit lehet tudni. A grafikáról, ahogyan láttad a trailerben, illetve a gameplay jelenetekben, mert inkább engem már az érdekel, érted, hogy a gameplayt lássam, hogy milyen a grafika, hogyan fut a játék. Egy Forza Horizonnél azért lehet gondolni, hogy azért ez egy komoly megjelenésű játék lesz. Láttuk azt, hogy mennyit fejlődött a játék sorozat az első résztől kezdve a negyedikig, az ötödik még egy nagyobb ugrás lesz. A fejlesztőknek a nyilatkozatait olvastam, hogy hatalmas homokviharok lesznek, meg mindenféle olyan természeti jelenség, olyan időjárási jelenség, amit eddig mondjuk 10 éve csak egy ilyen filterrel tudtak volna megoldani, most viszont a fizikai valójában ott tud lenni egy porvihar, egy homokvihar is, és akkor tényleg úgy érzed majd a játékba, mint hogyha egy homokviharba lennél. A Forza Vista is megújul, immár ray tracing effekteket is kapott, tehát körülbelül ilyen valósághű autókat fogsz látni,
és valószínűleg nagyon sok autó már most itt is fog debütálni. Én most azt feltételezem, mert ez tényleg csak feltételezés, hogy most már eljutunk arra a pillanatra, amikor megvan már az a generáció, mint például az én generációm, akik mi már mondjuk gyerekkorunkban is játszottunk videójátékokkal, akár a Commodore 64-es időszakról beszélek, azok az emberek már felnőttek, és talán eljutunk oda, hogy egy-egy új autót, most egy nagyon csúnya példát mondok, a Fortnite koncertek mintájára, egy-egy új autót mondjuk lelepleznek a Forza Horizon 5-be. És akkor az millió meg egy emberhez eljut. Szerintem egy jobb reklám lenne, mint kirakni ide a tanya mellé, a hirdető táblára a legújabb Ford Mustangot, amit itt nézegetnek majd a traktorosok meg a biciklisták, hogy fú, na, ilyen kocsit nem lesz, vagy már meg se nézi. Szerintem ez egy tök jó lehetőség erre. Azért már láttunk ilyenekre példát, de nem is húzom tovább az időt. Ennyit lehet tudni a játékról, látod a jeleneteket. Nyilván nem akartam ilyen reakció videót csinálni, mert átláttam ilyen reakció videókat, én sose voltam ez a reakció videós csávó, mert most ülök, aztán megnézem a trailert, és közben mondom, hogy fú, de jó, hát ez nagyon jó, nagyon jó. Aztán, hát nagyon jó tényleg, fú, jó, de Mexikó, fű, miért pont Mexikó? Mexikóban azért van egy kultúra, van egy autós kultúra, persze jó lett volna egy japán helyszín is, ugye éjszakai versenyekkel, nagy tuning találkozókkal, fesztiválokkal, stb., de mégsem mondom azt, hogy hát mondjuk, de ott is azért elég sok minden van, de azt mondom, hogy Mexikó végre nem, tehát az út jó oldalán fogunk közlekedni Mexikóba, ez azért fontos. Ha tetszett a videó, durrancs egy lájkot, ha szeretnéd a játékot előrendelni, akkor mindenféleképpen szerintem tedd meg, link a leírásba, írd meg kommentbe, hogy melyik volt az eddigi legkedvencebb Forza Horizon részed, aztán legközelebb találkozunk, szevasztok!